Szeretettel köszöntöm azokat, akik szeretnek együtt gondolkozni, nem egymással ellentétben vitatkozva, hanem közösen elindulni egy úton, és lépésenként ellenőrizzük, hogy merre megyünk, mit találtunk, mit tudunk elfogadni, és így gondolkozzunk most Jelenések könyvéről, egy döntő részénél tartunk, a 7. fejezetnél, az úgynevezett elpecsételésről szóló látomásnál. Ennél időzünk egy kicsit hosszasabban, és megnézzük, hogy mielőtt eljönne a bárány haragja, az a szinte hihetetlen, feltételezhetetlen dolog, hogy a bárány haragszik. De tisztáztuk a sorozatunk keretében, hogy olyan Istent mutat be a Biblia és az igazi kereszténység, aki minden nap haragszik. Így mondta a 7. Zsoltár, hogy Isten a bűnnel nem fog megbékélni, soha nem fog megbékélni. Isten legfőbb terv, hogy a bűntől szabadítsa azokat, akik szeretnének belőle szabadulni, és majd lesz egy bűntőlmentes világ, lesz egy igazi emberhez méltó élet. És ennek az életnek, az időnek és az örökké valóságnak a mesdjéjén élünk. Nagyon közel van hozzánk Jézus második eljövetele. És az erre való felkészülés jegyében szeretném én is részletezni egy kicsit ezt az elpecsételésről szóló látomást, hiszen ennek döntő jelentősége van, hiszen lesznek olyanok, akik megérik Jézus második eljövetelét, élve fogják megérni, nem halnak meg előtte, és amikor Jézus megjelenik, élő állapotban kell elfogadásra találniuk előtte, mert Jézus angyalseregek kíséretében jelenik meg, és angyalok fogják összegyűjteni mindazokat, akik hisznek az Istenben, szeretik az élet törvényeit, mert Jézus áldozata által megbékéltek Istennel, az embertársaikkal és önmagukkal is. Nos, hát ennek az elpecsételésről szóló látomásnak most vegyük sorra minden fontosabb kijelentését, és Jelenések könyvében minden íze porcikája a nyelvnek fontos lesz, minden egyes szó és kifejezés különös jelentőséget ölt, és amikor megjelenik az a 4 angyal, hogy visszatartsa a föld szeleit, tehát a gonosz erőit, hogy még ne ömöljön rá a földre az a sok gonoszság, annak a következménye, amit itt felhalmoztak, akkor megjelenik egy másik angyal is, hogy elpecsételje az élő Isten szolgáit, azokat, akik valóban hisznek az Istenben, akik valóban az ő népe közé számítanak. Szeretném először is a szövegből ezt kiemelni, hogy ez az angyal arra kap parancsot, hogy elpecsételje, vagyis védelem alá helyezze az élő Isten szolgáit. A Biblia többször hangsúlyozza, hogy Isten élő Isten. Miért? Azért, mert nagyon gyakran a történelem során az Istent olyan távoli lénynek, és olyannyira eltávolított lénynek képzelték el, hogy a szinte már halott Istenné vált. Olyan messze tolja az elmúlt 3-4 évszázad európai Isten képe is az Istent, ugye ez a fizikó-teológia és deizmus istenképe, ami Madács Imrének az Ember tragédiájában is testet ölt, hogy ott távolban valaki befejezte a teremtés nagy művét, aztán ez majd évmilliókig eljár tengelyén, és nem kell hozzányúlni. Én visszavonulhatok, és jó tisztes távolból tekintek a teremtett világomra. Erre az Istenre mondta azt Nietzsche a 19. század végén, hogy az Isten halott. Egy halott Istenről beszél az emberiség, legalábbis annak civilizált része, mert úgy gondolja, hogy a civilizáció és a kultúra az olyan hatalmas és annyira élő valóság, hogy az Istenre tulajdonképpen még statiszta szerepbe sincs szükség,
olyan jó távoli nagyapó, akire bizonyos alkalmakkor ugyan szükség van, hogy vigyázzon az unokákra, de aztán vonuljon vissza és ne szóljon bele a család folyó ügyeibe. Nagyon bántó ez az istenkép mindannak, mindazoknak, akik valóságosan megismerték az Istent. De hogyan lehet valóságosan megismerni az Istent? Hogyan válik számunkra élő Istenné az Isten? Csak úgy, ha komolyan vesszük azt, hogy az Isten adott önmagáról hírt, adott önmagáról kinyilatkoztatást. És amikor végre a sok elképzelésünk után odafordulunk a kinyilatkoztatáshoz, kezünkbe vesszük, és elkezdjük olvasni, de nem úgy, hogy amit bele szeretnék látni, az a valóság, hanem úgy, hogy szeretném, ha valóban megszólalna a Biblia. Ha valóban engedném, hogy hozzám szóljon a Biblia. Vagyis, hogy nem én erőltetek bele magyarázatokat, hanem leülök, és ahogy az igazi olvasmánnyal is tenni szoktuk, amikor hallunk valamiről, hogy na ez egy jó könyv, vagy egy jó olvasmány lesz, hogyha te ezt kezedbe veszed, és akkor ugye a magunk örömére, a magunk felemeltetésére hagyjuk, hogy hasson ránk valami nálunk igazabb valóság. Az Isten erre képes, és az a 66 könyv, amit az Isten ihletett, erre képes. Nem csak elmond történeteket, nem csak tisztáz igazságokat, hanem egy idő után olyan nagyon személyesen úgy érezzük, mintha hozzánk szólna, személyesen a mi életünk problémái kerekednének ki belőle, és mintha nekem szólna személyesen ez az ige. Ez nagyon nagy dolog, amikor ez elérkezik a Biblia olvasásban. Amikor elkezdünk azon gondolkodni, hogy Isten persze szólhatna most is hozzánk, az ég megnyílhatna, és X-hez, Y-hoz az Isten személyesen szólhatna, na tehát akkor kimarad a többi 7,3 milliárd ember, tehát Isten nem így szól hozzánk. Isten úgy szól hozzánk, hogy elhatározta, hogy a történelemben körülbelül 3500 évvel ezelőtt ihlet embereket, és 1600 éven keresztül ihletett prófétákat, apostolokat, szólt ezekhez, szólt olyanokhoz, akik tudakozódtak és nyomozódtak, ahogy Péter apostol első level első fejezete mondja, az ember élet nagy kérdései felől, és amit személyesen maguk számára akartak megérteni, az annyira személytelen is volt, hogy azt úgy tudták előadni, leírni, hogy újra személyessé váljék azok számára, akik Istent élő Istenként szeretnék megismerni. Jézus azt mondta a híres mondatában, hogy azért tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, az Isten beszédét, sem az Istennek a hatalmát. Isten beszéde világosság. És abban persze hatalom is van, tudnék, hogy az igazságok mellett valaki kezeskedik arról, hogy ezek meg is valósítható igazságok, de ugyanakkor van még egy személyes hatalom is, hogy amit te igazságként felfogsz, magadévá teszel, kérheted az élő Isten személyes jelenlétét, segítségét, hogy úgy is élj, amire bólintottál és igent mondottál. A 10 parancsolat is így kezdődik. A 10 parancsolat preambuluma, ugye a legkezdetibb szavai, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről a szolgaság házából, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Az Isten én te viszonyba akar kerülni minden teremtményével. Ő ezt meg tudja tenni. Nem csak úgy, hogy most meghasadna az ég, és kihez lenyúlna, na de hát akkor egy 24 óra alatt csak egy zárt körhöz tudna eljutni, hanem úgy,
hogy örök idők óta ezt határozta el, hogy ha a teremtménye eltávolodik tőle, és szemtől szembe már nem beszélhet hozzá, mert az nem is tudná elviselni a jelenlétét, akkor ez az Isten ihlet majd arra kiválasztott embereket, és olyan tökéletes beszédet fog nekik ihletni a gondolkodásuk megváltozása által, az odafigyelésük által. Mondom, hogy nem szavakat ihletett az Isten, de embereket, gondolatokat ihletett az Isten, de annyira figyeltek ezek a proféták és apostolok minden egyes szóra, a profétai fegyelem hatája alá helyezték magukat, hogy amit ők kimondanak, az a nagyon személyes dolog, az annyira örök érvényű és személytelen legyen, hogy újra személyessé válhasson minden egyes ember számára, de csak azok számára, akik valóban keresik az igazságot, akik valóban feltételezik azt, hogy nekünk van egy élő Istenünk, nem egy halott Istenünk, nem egy fogalom Isten, nem az az Isten, akiről joggal mondta Nietzsche, hogy az Isten halott. Amikor Pascal, ez a nagy gondolkodó a 17. század közepe táján megváltozott, megtért, az úgynevezett Nuit de Feu tapasztalata, az a tüzes éjszaka, amikor a padlás szobájába leföl járkálva latolgatta azt, hogy mi volt az eddigi élete. És aztán följegyezte és a bekecsébe tette ezt a lapot, az úgynevezett memoriát, az emlékeztetőt. Az így kezdődik, hogy Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene nem a filozófusoké és nem a tudósoké. És azt gondolom, hogy ezt mind a mai napig így láthatja minden ember, aki eljuthatott már Isten kegyelméből addig, mert Isten kegyelme nyitja meg a szívet is. Isten dolgozik, fáradozik azon, hogy levessük az előítéleteinket a Bibliával szemben, hogy igazán odafigyeljünk, hogy az az élő Isten mit szeretne nekem mondani. Aki az élő Isten szavaként fogadja a Bibliát, az fog majd Isten népe közé tartozni. És ezért mondja, hogy azokat kell elpecsételni az élő Isten pecsétjével, akik az ő szolgái, akik a valóságos szolgái, és ezért kezdődik a felsorolás, nem Rubennél a zsidó nép 12 törzse közül az elsőnél, hiszen Ruben volt Jákobnak a legidősebb fia, hanem Júdánál. Ugye a zsidókat is az európai nyelvek a Jude, Juden, Zsüif kifejezéssel illették, ez Júdából származik, mert Júda volt az a törzs, amiből aztán a megváltó született, hogy most csak a legfontosabbat mondjam róla, Júda törzséből, Júda vidékéről, ami mai Jeruzsálem, tehát a délvidék, még volt ugye a Benyámin törzse, és aztán többi 10 törzs, ami elpártolt lett ugye az északi ország rész, az asszír és a babiloni fogság után. Tehát tulajdonképpen a Júdával való kezdet is ide csatlakozik az élő Istenhez, meg a mi szolgáinkhoz, mert a hit vezeti a törzsek felsorolását, és ez nyilvánvalóvá teszi, hogy itt nem az Izrael 12 törzséről van szó szerint, tehát itt nem zsidó emberekről, vagy a zsidó törzseknek megfelelő jellemekről, és ki tudja, mi mindent próbáltak még belegyömöszölni keresztény írásmagyarázók ebbe a fejezetbe. Én ezeket túlerőltetéseknek, és ennél fogva hibáknak tartom, tévedéseknek tartom. Én úgy látom, hogy azért kezdődik a felsorolás Júdával, mert a lelki Izraelre akar hivatkozni. A Bibliában ez egy gyakori szóhasználat, hogy amikor azt mondja, hogy zsidó, vagy azt mondja, hogy Izrael, vagy azt mondja, hogy Jeruzsálem, vagy Sion hegye, nagyon sok kifejezés van erre, ezek jelképes értelemben is szerepelnek, mindig az adott szövegkörnyezetnek megfelelően, kell megértenünk a jelentésüket, és azt jelzik, hogy a mindenkori hívő népből, a mindenkori hívő népről van szó.
Tehát nem test szerinti zsidó születésű emberekről, hanem azokról az emberekről, akik az élő Isten személyesen megismerték a Bibliából, a tulajdon szavából, amit tökéletes kinyilatkoztatásnak fogadtak el, amelyben nem válogattak, hogy nekem ez tetszik, az nem tetszik, ezzel foglalkozom, azzal nem foglalkozom, hanem úgy fogadtak el, hogy Isten ajándékul adta 1600 év ihletése során, és itt lehet csaknem 2000 éve a kezünkben, és úgy szól, olyan tökéletesen szól, hogyha itt is, ott is olvasod, összeveted az igéket, mintha az Isten ma szólna hozzád, mintha a kérdéseidre meg is válaszolna, mert Isten élő Isten, és szerencsére vannak szolgái, akik a mindenkori lelki Izraelhez tartoznak, a mindenkori hívő néphez. És talán azért maradt ki a felsorolásból például Efraim, és jut helyébe József, és Dán is azért maradt ki, és jut helyébe Lévi, mert mind a két előző törzs, az Efraim és a Dán törzse is azért a bibliai feljegyzések szerint a hitehagyásban, a bálvány imádásban járt elől sokszor, és az apa kerül, az Efraim Manassé édesapja József kerül Efraim helyébe, és Dán helyébe pedig a papi nemzetségnek a névadója Lévi, akik jeleskedtek viszont az Istenhez való hűségben a pusztai kivonulás során. Tehát ennek is megvan a maga magyarázata. Én nem szeretnék többet belelátni ebbe a szövegbe, mint ami ebben valóban benne van. Én úgy gondolom, hogy azok kerülnek elpecsételésre, vagyis védelem alá helyezésre, akik Istent megismerték, szabályos úton ismerték meg, vagyis nem maguk kivetítettek egy istenképet és azelőtt meghajoltak, vagy elfogadtak szokásból, hagyományból egy istenképzetet és azelőtt hajbókolnak, hanem akik az élő Istent a tulajdon szavából megismerték, neki szolgálnak, mert emlékezzenek Pascal híres kijelentésére, aki azt mondta, hogy két ember szolgál rá az értelmes névre. Az egyik ember, aki még nem ismerte meg Istent, de teljes szívéből keresi őt, a másik ember, aki megismerte az Istent, és teljes szívéből szolgálja őt. A kereső és szolgáló emberek kedvesek az Isten előtt. Tulajdonképpen a szolgáló emberek is kereső emberek, olyan értelemben, hogy keresik az emberekhez a legjobb kapcsolatot, mindig tanulékonyak, mert minden emberhez más és más viszonyulás szükséges. Így egy szóval is mondhatnám, Isten szemében a kereső emberek a kedvesek. Ennyit tehát ennek a látomásnak az első részéről. De most vessük fel a kérdést, hogy mi a pecsét? Minek a jelképe a pecsét? Egészen pontosan mit jelent majd az, hogy Isten védelem alá helyez, elpecsétel embereket? Ahol elpecsételés van, ott pecsét is van. De minek a jelképe a pecsét? Köszönöm a mai figyelmet, és majd ezzel foglalkozunk a következő alkalommal.